Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. Nem annyira komplikált, de a keretért gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy miképpen készítettem el. Tehát az előszín és a hátszínt azt hozzáadjuk a színekhez. Hát először hozzáadunk egy fehéret háromszor, mert az is fog kelleni, és akkor vesszük a sötét színt, amit itt megtalálunk, tehát a sötétet kétszer, és utána pedig a világosat egyszer hozzáadjuk az egyéni színekhez. Ezt is bezárom, és akkor elkezdjük, nyitunk egy 900x600-as lapot, és bemenjünk a szűrők meti wavy lap 1.1-be. Itt a színeket a következő képen váltjuk át, tehát egyszer előszín, utána a fehér, újra az előszín, és végül a hátszín. Tesszük a radiára, és 700, és leukésztem. Na most szűrők, elmosás, Gauss elmosás, 25 pixel, szűrők, elmosás, körkörös elmosás, 12 pixel. A mappában megtaláljátok a tájképet, ezt behozzátok kimásolni, ide beilleszteni új képként, és a kézi beállításokkal kézi lesz 00, a szélesség 900, a magasság pedig 600, és leokéztuk. Na most egyesítjük az előző réteggel, szűrök simple, quick tile, apply, szűrök elmosás, körkörös elmosás 12, ok, és még egyszer szűrök elmosás, körkörös elmosás, ugyancsak 12. Na most szűrök meti a waver, itt pedig ráállítjuk 300-tól 500-ig, és a skálát feltesszük 500-ra, és leokéztuk. Na most szűrök, élesítjük mikrokontraszt 12-vel, vesszük a tájképet, kimásoljuk, és ide beillesszük új rétegként, és ezt réteg méretezéssel az arányok megtartásánál kiveszem a pipát, felhozom egész a széléig, és lent is. Itt pedig körülbelül, hát tegyük egész eddig, meg ezen az oldalon is. Így. Rögzítjük, és közben megnézzük, hogy mégis igaz, hogy tehetjük-e. Hát, méretezzük, hogy mekkora a lapunk, mert úgyis jó lesz, tehát rögzítés. A tájképet élesítjük mikrokontraszt 12-vel, így. Rálépünk a háttérre, és szűrők, textúra, adunk neki egyszer merített papírt. Ezt leteszem kicsire. Most pedig behozom az Anna Ricci csaját, kimásolom, beillesztem, fellépek a felső rétegre, beillesztem új rétegként, és szabad átalakítással teszem 80-ra.
elhelyezem a képnek a jobb oldalán, és réteg méretezéssel akkorára teszem, mint amekkora a képem. Hát körülbelül így, rögzítés, szűrők, élesítés, mikrokontraszt, 6 pixel elég lesz, oké. Okay. Beállítások, árnyékoljuk, 5, 5, 50, na, így, és a sugarat tegyük 15-re, oké, okay. Árnyékegyesítés, és újra beállítások, árnyékolás, mínusz 5, és mínusz 5, oké, okay. És árnyékegyesítés. Na most, a hátteret megkettőzzük, becsukjuk a szemét, és a többi rétegeket egyesítjük az előzővel, és újra egyesít az előzővel. Kinyitjuk a háttérnek a szemét, és bemenjünk szűrők, a filter unlimitedbe, button and frames, a glass frame 2, 3D glass frame 2, és itt az 50-et átállítjuk 40-re, a 128 pedig marad, apply, sokat nem látunk, de nem baj. Na most lecsukjuk a felsőnek a szemét, hogy lássunk. Maradunk az alsó rétegnél, tehát kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás, 46, leokéztam, kijelölés, inverse kijelölés, most pedig, bocsánat, bemenjek a szűrők, ape, distort, Wavy Cut, és itt a V opción egyet rátállítom 3-ra. A többit mindent hagyok úgy, ahogy van, és leokéztam. Na most. Szűrök, élesítem, mikrokontraszt 12-vel. Kijelölés elrejtése. Következőben kinyitom itt a szemet, és ezt elkezdem réteg méretezéssel akkorára méretezni, hogy eltakarjam a... Mert látjátok, hogy itten van, így néz ki, de hát ezt nem szerettem, és ezért annyira méretezem mindenfele, hogy ezt itt eltakarjam. Na most itt is lehozom. Lássuk csak alul is, meg oldalt is, így aztán tudjuk méretezni. Na hát akkor így, még egy picit jöhet. Itt oldalra, itt is, na ez sok lett, így, és itt fel, még egy kicsit, tehát megnézem még egyszer, hát igen, mehet még. Így jó lesz, és rögzítés. Na most, ennek a rétegnek kijelölés réteg kiválasztással,
nem lett jó, hanem szépen megfogom a kijelölőt és a téglalapot, és kijelölöm ezt a réteget, így. Hát, reméljük most jó lesz a kijelölő. Még egy kicsit itten. Szűrök, leképezés, progresszív kontúr. Hát adok neki egy 5 pixel külsőt, és leokéztem. Kijelölés elrejtése. Na most réteg, egyesít minden réteget. Így. És az írást fel fogom tölteni. Tehát én választottam ezt az akvarelt 48 háttérnek, vagyis a színnek, megvettem ebből a kékből. És elmondom közben a színeket. A vörös 37, zöld 60, és a kék pedig 100. És ide beírjuk, hogy Queen of the Night. És tehát az éjszaka királynője, leokézom. Ezt megfogom és elhelyezem ide. Konvertálom a szöveget képrétegbe, a beállításokkal pedig árnyékolom 1-1, 100 és egy 1-es sugárral, leokéztem, árnyék egyesítés. Na most még egy kicsit le tudom hozni, és egyesítem az előző réteggel. A képet méretezzük 800 pixelre. Így. És persze ráhelyezzük a szignónkat is. Tehát ez a lecke ennyi volt. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek nagyon jó munkát kívánok. Köszönöm az eddig elkészített képeket. Sziasztok!